A Borsodobaj Zemplé megyei katasztrófa védelmi igazgatóság főfelügyeletére 2013. január 22-én 10 óra körüli időpontban érkezett a bejelentés, hogy Monokon egy lakóház gyulladt ki. A 6x12 méteres ház 6x4 méteres szobája teljes terjedelmében égett, majd a tűz az előtér födém szerkezetére is átterjedt. A helyszínre a szerencsi tűzoltók vonultak ki, akik a lángok terjedését kettő darab C-sugárral megfékezték. A szoba berendezési tárgyai megsemmisültek. A helyszínre érkeztek a mentők is, azonban szerencsére az ő segítségükre nem volt szükség, mert az ingatlanban senki nem tartózkodott, így személyi sérülés nem történt. A két felnőtt a boltba indult vásárolni, a négy gyermek pedig óvodában és iskolában voltak. A család rokonoknál került elhelyezésre. Az áramszolgáltató szakemberei kikapcsolták az ingatlant a szolgáltatásból.